Különjárat Debrecenből a Balkánra, a repülőtér, amelynek megközelítése magas hegyláncok között történik. A menekülő útvonal ácstartolási útvonal is nem az van, hogy ácstartolok és bármerre mehetek. Ez egyébként mindenhol megvan határozva, hogy műszeres ácstartolás esetén merre kell repülnöm. A kapitány, aki a nyári mediterrán célpontok után gyakran a világ távoli tájain teljesít szolgálatot. Annyira nem élveztem a saját bőrömön megtapasztalni egy trópusi ciklont egy repülőgépben ülve. Földön egyébként sokkal keményebb pusztítást tud végezni, mint ott fönt. Transatlanti repülés Prágából Montrealba megszakítás nélkül egy Boeing 737-essel. Sem a fedélzeti ellátmányra szolgáló kocsik, sőt, még a repülőgépnek a mosdó ellátását biztosító víztartály is csak negyedik volt töltve. Mi mindenre kell felkészülniük a pilótáknak a távol-keleten vagy az észak-amerikai télben? Nem fog beindulni mínusz 42 fokba a repülőgép, hogyha az ember nem úgy indítja, mint ahogy a könyvbe elő van írva. Az Észak-Macedón fővárosban Skopjében landol a Smartwings Boeing 737-ese. A járat bő egy órás repüléssel érkezik Debrecenből a hegyek közé. A város repülőterének megközelítése a domborzati viszonyok miatt fokozott figyelmet követel meg a pilótáktól, ráadásul ezen a napon alacsony szintű felhőzet húzódik a völgy fölött. Amikor látás szerint közelíti meg az ember a repteret, akkor ez biztos, hogy egy csodálatos látvány, de ugye mi is csak egy darabig tudtunk, azt mondom, hogy a szemünkre hagyatkozva hegyeket kerülgetni, mert aztán a völgy az egy komoly ilyen alacsony szintű felhőzetben ült, onnantól kezdve viszont csak a műszereinkre támaszkodhatunk, illetve nyilván a szkopjai repülőtér a hegyek miatt is egy nagyon komoly radarszolgálattal van felszerelve, nagyon figyelik, hogy a repülőgép még véletlenül se térjen le arról az útvonalról, ami a biztonságos megközelítést biztosítja. Van nekünk a briefingnek egy része, angolul Threat and Error Managementnek hívják, megközelítéssel kapcsolatos veszélyekre, illetve az esetlegesen felmerülő hibákra már előre felhívjuk a egymás figyelmét, a személyzet figyelmét, és ez ilyenkor kötelező jelleggel elhangzik, hogy itt most ez azért különleges, mert sokkal magasabb hegyek vannak, a menekülő útvonal ácstartolási útvonal is nem az van, hogy ácstartolok és bármerre mehetek. Ez egyébként mindenhol megvan határozva, hogy műszeres ácstartolás esetén merre kell repülnöm, de itt most a kirepülési útvonal ácstart esetén az egyértelműen a hegyek meghatározzák a domborzat, hogy merre tudok ácstartolni és menekülni, hogyha adott esetben szükséges. Szeretsz itt a Balkánon repülni? Nagyon. Tehát itt azért vannak érdekes helyek? Nagyon, persze. Nagyon érdekes, hogy ez nagyon közel van Magyarországhoz, egy csodálatos természeti adottságokkal megáldott környék ez egyébként, és hát nagyon ritkán járunk ide. A Smartwings gépei főleg a nyári charter szezonban rendszeresen megfordulnak Debrecenben. A megyeszékhely repülőterének forgalma folyamatosan nő, tavaly 380 ezer utast regisztráltak a légikikötőben, a becslések szerint az idei forgalom pedig meghaladja a 600 ezret. Jelenleg 14 úti cél érhető el közvetlenül a Civis városból. Októberben az 500 ezredik utas köszöntésekor jelentették be, hogy az egyre növekvő forgalom miatt új terminált is építenek a jövőben. Egyébként a Debrecen Airportot hamar mi is bemutatjuk a sorozat egyik következő részében. A légitársaságnál a váltás időszakát élik, hiszen ilyenkor télen, a nyári charter szezon lezárulta után, a Smartwings gépeinek egy része a világ távoli pontjain teljesít szolgálatot, ahol éppen géphiány van. Szakács Gábor a cég egyik Boeing 737-esét néhány héttel ezelőtt repült át Prágából Kanadába, ráadásul köztes leszállás nélkül. Már visszük át a gépeket a téli észak-amerikai munkákra, nagyon sok repülőgépünk bérbe van adva télen, ez egy kanadai üzemeltetőhöz ment, természetesen ilyenkor a pilótákat is mi adjuk, és már, ha jól emlékszem, kettő repülőgépünk át lett víve Kanadába, az egyiket volt szerencsém nekem átrepülni. És ami külön érdekessége volt ennek az útvonalnak, hogy eredetileg ez úgy lett tervezve, illetve eddig mindig úgy is volt, hogy Izlandon Keflavikon leszálltunk tankolni. Most viszont addig nézegettük a széltérképeket, amíg a navigációs osztályjal egyeztetve arra jutottunk, hogy ennek megvan az esélye, hogy ezt tankolás nélkül, technikai leszállás nélkül is tudjuk abszolválni a Prága-Montreal átrepülést. Ez 8 óra 30 perc volt, azt hiszem 8 óra 31 perc talán.
és egy kicsit kellett sakkozni az útvonalon, mert nyilván 8 óra alatt ott a szelek azért ott tudnak változni, tehát nem pontosan az a szél fújt, amire mi elindultunk. Kis sakkozással, kis repülési szintváltással megtaláltuk azt a számunkra a szél szempontjából igen kedvező utazómagasságot, ahol végül is minden további nélkül sikerült ezt teljesíteni. Az Észak-Atlanti térségben kialakuló magassági szelek, a jetstreamek jellemzően az Amerikából Európába tartó járatokat segítik. Az átrepülést végrehajtó személyzetnek Kanada felé tartva így arra kellett figyelnie, hogy olyan magasságon haladjon a géppel, ahol a legkisebb az ellenszél. A Boeing 737-es természetesen csak üresen utasok nélkül képes 8,5 órát a levegőben tölteni, de a gépet felkészítő szakemberek arra is törekedtek, hogy semmilyen felesleges eszköz ne legyen a fedélzetem. Sem a fedélzeti ellátmányra szolgáló kocsik, sőt, még a repülőgépnek a mosdó ellátását biztosító víztartály is csak negyedig volt töltve, mert csak a két pilótának kellett ugye kézmosáshoz víz, illetve a számunkra feltett catering is minimális volt, hogy minden egyes kiló tényleg azt mondom, ilyen esetben számít. Egyrészt a műszak így készíti fel a repülőgépet, illetve mivel hosszú az út, a úton bekövetkező esetleges időjárás változásokra komolyabban fel kell készülni. Az óceán felett egészen más a helyzet, mint a szárazföldön. A kontinenstől távolodva nincs klasszikus radarirányítás sem. Semmelyik radarszolgálat nem fog egy hajót telepíteni azért az óceán közepére, hogy az ott átrepülő repülőgépeket lássa. Azt mondom, hogy majdnem szerencsénk volt, mert egyébként Izlandig van VHF rádió lefedettség, Izland után is, és aztán már Grönlandon majdnem, de természetesen mindig van egy tartalék HF frekvencia. Egész jól sikerült, mert azt hiszem, hogy végül Gender volt az, akit nem sikerült a VHF rádió meghívni, és akkor ott a HF rádión viszont minden további nélkül elértük. Azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy bejelentkeztünk, majd egy 20 perc múlva próbálkozzunk megint a VHF-en, úgyhogy nem volt gond a rádiózásos. Kötelező jelentőpontok vannak, megvan, előre megmondom, hogy azt a jelentőpontot mikorra számítom, hogyha egy bizonyos időintervallumnál nagyobb az eltérés, mert erősebb a szél, hátszél, szembeszél, akkor újból be kell jelentkeznem, hogy egy módosított, számított időpontot adok arra a pontra, és amikor ott vagyok, akkor újból kell egy pozíciót adnom, hogy megérkeztem oda. Folyamatosan kelt fel a nap, ugye napkeltekor indultunk Prágából, és mentünk, és szegény nap, ott nevettük, hogy szegény nap nem bír itt fölkelni, gyorsabbak vagyunk, mint a nap felkelte. Kanadában, amikor megérkeztünk, akkor hogy is volt, ott olyan 6 óra eltolódás van, dél 1 óra felé lehetett ott helyi időben, és hát közben azért haladt a napocska fölfelé, de nem olyan sokat. Ez egy nagyon érdekes jelenség egyébként, hogy ott megszokja az ember, hogy 8 óra múlva már föl kell a nap, szinte le is megy, most már ugye, hogy jön a tél, itt meg alig van magasabban, mint amikor elindultunk. A Smartwings igyekszik a szabad kapacitásait értékesíteni. Ilyenkor ügynökségek és más légitársaságok igényeit próbálják kielégíteni. Ez azért fontos, mivel a repülőgép fenntartása akkor kerül a legtöbbe, ha az a betonon áll, és nem szállít utasokat. Ebben a szezonban nem csak Kanadában dolgoznak, repülnek a Fly Dubai légitársaságnak is. Kanadából déli desztinációk, déli meleg országok, Kuba, nagyon népszerű a kanadai utazó közönségnél. Amerikában tavaly előttről tudok nyilatkozni. Akkor Kubát repültünk, volt Dominikai Köztársaság, aztán Bahamák vannak ott, Florida, Mexikó. Ilyenkor külön felkészítik azokat a pilótákat a tengeren túli munkára, akik még nem dolgoztak ezeken az útvonalakon, figyelembe véve a repülőterek sajátosságait, az európaitól némileg eltérő amerikai rádióforgalmazást, és nem utolsó sorban az extrém kanadai időjárási körülményeket. Jégtelenítés és hideg. Tehát a repülőgépeknek a téli körülmények között történő üzemeltetésére előírt szabályokat, azokat ott nagyon keményen be kell tartani, mert egyszerűen nem fog beindulni mínusz 42 fokba a repülőgép, hogyha az ember nem úgy indítja, mint ahogy a könyvben elő van írva, illetve természetesen a műszaki kollégák is odafigyelnek arra, hogy bizonyos hőmérséklet alatt a motorokat előmelegítsék, a jeget eltávolítsák esetleg a hajtóművekből, nyilván utána a repülőgépet teljesen jégteleníteni kell. Nyilván más elrepülni Hongkongból Palaura, annyira nem élveztem a saját bőrömön megtapasztalni egy trópusi ciklont egy repülőgépben ülve. Földön egyébként sokkal keményebb pusztítást tud végezni, mint ott fönt, de azért ott is nem szabad ezt félváról venni természetesen. Tehát mondjuk az, amivel a
a pilóta képzése alatt az ember szinte csak a tankönyvekben találkozott, és Hongkongban szembesültünk vele, hogy te, ezen a térképen van egy trópusi ciklon. Akkor ezt most nézzük már meg, hogy ez most ez hogy van, és mire is lehet itt számítani tulajdonképpen. Nyilván ez is egy érdekes dolog volt. De egy darabig lehet kerülni. Egy darabig lehet kerülni, de aztán már nem tudsz. Aztán már nem tudsz kerülni, illetve olyan messzire kerülnél az útvonaltól, ami meg már nem szabályos, tehát ugye kitérő repülőterektől nem távolodhatsz el egy bizonyos távolságnál nagyobbra. Elég ügyesen kell kezelni ezeket a helyzeteket, illetve nyilván trópusi ciklonban olyan intenzíven nőnek a zivatar felhők, és olyan magasra, hogy azt például felülről kerülni lehetetlen, meg sem szabad próbálni. De repültünk monszun időjárásba, Vietnámba, Tájföldön, ez mind-mind érdekes, és ez mind-mind tapasztalat. Van a ciklonnak ugye egy csendes része. Tehát, hogyha éppen szerencséd van, akkor egy tök jó időbe fogsz leszállni, és majd pár óra, vagy ne adj Isten, egy fél nap múlva, egy nap múlva jön a rettenet a Földön is. Érdekes, hogy azokon a reptereken, könnyen meghozzák a döntést. Tehát, ahol olyan durvára kezd fordulni a szél, az intenzív eső, ott egyszerűen bezárják a repteret. Tehát például Vietnámban volt nekünk olyan, hogy monszun alatt néztük, hogy hát most már nagyon úgy néz ki, hogy Dézsából öntik a vizet, és lehet, hogy leállnak a hajtóműveink, tehát én még olyan esőt nem láttam, mint ott a monszunban, de hát mindenki repült. Hát akkor jó, hát ha mindenki repül, akkor nyilván nekünk is menni fog ez. És egyszer csak eljött az intenzív eső, amikor azt mondták, hogy hát most a repülőtér bezárt. Viszont olyan csapadékelvezető rendszereik vannak, hogy föl vannak erre azért készülve, hogy fél óra múlva kinyitották a repteret, és erre mindig számítottunk. Ott például Vietnámban megkerestük az ott repülő volt maléves pilótákat, hogy egy kis briefinget azért tartsanak már nekünk erről, mert ez nem olyan, hogy én most ezt elolvasom a könyvbe, vagy a monszumba, hogy is kell repülni. Sokkal jobb a helyi embert megkérdezni, sokkal nagyobb tapasztalat, jobban át tudják ezt adni. Elmondták, hogy ezt hogy kell csinálni, mire kell odafigyelni. Ennek is mondták, hogy mindig legyen annyi üzemanyagunk, egy fél óra, 40 perc várakozás, legrosszabb esetben bezárják a repteret, addig fogunk holdingolni, utána a víz eláll, az eső, a víz lefolyik, és le tudunk szállni, és ez így is lett. Charterjárat ide vagy oda, az indulási időt szigorúan tartani kell, mivel a debreceni út teljesítése után a repülőgépnek másnap reggel már Prágából kell utasokat szállítania. Skopjében szakadó esőben kezdi meg a felszállást a repülőgép, ez azonban nem okoz különösebb problémát a személyzetnek. Miközben a Boeing 737-es körülbelül 10.000 méteres magasságon Szerbia és Románia felett Magyarország felé tart, kiderül, hogy Debrecent az éjszaka folyamán sűrű köd borította be. A repülőgép ezért a 2500 méter hosszú 04-es pályára landol a műszeres leszállítórendszer segítségével. A debreceni önkormányzat tervei szerint egyébként a jövőben elbontják a régi, évek óta használaton kívüli pályát, helyére pedig újat építenek a hozzá kapcsolódó korszerű technikai berendezésekkel együtt. Yeah.